A bányászat meghatározó volt Pécs felemelkedésének életében. A városnak a bányára épülve nőtt ki népessége, gazdasága. Bányászat nélkül ma már nem lenne ez a város olyan, mint most, mondta Ruzsa Csaba Pécs alpolgármestere a Cseltetői Emlékműnél megrendezett megemlékezésen. Ma már nincsenek bányáink, de azt gondolom, hogy ahogy megemlékezünk arról, hogy milyen volt a középkori egyetemet alapító Pécs, hogy megemlékezünk arról, hogy a római korban milyen volt Szopiene, úgy illik megemlékezni az új korban arról is, hogy hány tízezer bányász, mondhatjuk így talán, hogy tett éjjel-nappal azért, hogy ez a város újra nagy legyen a II. Világháború után, és ennek az emlékezésnek ez a folyamata. Ugye 6 megemlékezési helyszín van, ez elsősorban a 6 korábbi, amennyire én tudom, Tárnával kapcsolatos, ugye a szén és az uránbányászoknak a megemlékezéseivel, és nagyon fontos, hogy a fiatalok ezt az újkori történelmet is megismerjék a városban. A bányásznapi ünnepség sorozatot többek között Vasason, Hirden, Pécsen, a Hősök terén, az Ágoston téren és Cseltetőn is megtartották. Hatalmas az igény, az érdeklődés a bányásznapi ünnepségekre, a bányász hagyományőrzőkre, akik itt műsort is adtak, és az ünnepi megemlékezést tartotta Fajtig Imre, Fajtig József unokája, Bóczi József, egy bányász szív dalcsapat közel 40 ezres követővel és olykor milliós dalszám megtekintésekkel mutatja, hogy igenis Pécsen van még jövője. Hogy a bányászatnak fizikailag lesz-e jövője, az kérdéses, de minden esetre ez a hagyományápolás, ez kellő mélységű múltból és erőből táplálkozik. Az ünnepség alkalmával koszorúkat helyeztek el az emlékműnél, többek között Kamarás Péter az ÖPE-KDNP képviseletében rótta le kegyeletét. Nem csak az emlékműnél zajlott a történelmi megemlékezés, hanem Szabolcsfaluban is kulturális programot tartottak a Pécsi Kulturális Központ és az Összefogás Mecsek Szabolcsért Egyesület szervezésében. Az esemény többek között Pécsváros Mazsoret együttese és tánckarának fellépése is színesítette.